Madárdaltól hangos erdőben teljesíthették választott távjukat a túrázók. Imre András terepfutóként már többször megfordult a Keszthelyi hegységben. Most családjával a 15 kilométeres távon indult el. Szívem csücske az egyik, hogyha ezt lehet mondani. Régóta járunk ide futóverseny, a Vadlán terepfutóverseny van októberben. Ott már azt hiszem, hogy ötször voltam. Kirándulni is voltunk már többször. Nagyon szerettem egy gyönyörű a Balatonnal együtt, a legszebb része az országnak. A szervezők idén is 15, 25 és 40 kilométeres távú útvonalakat jelöltek ki. A Keszthelyi hegység közkedvelt pontjait is érintették, így a Büdöskúti pihenőt, a Szent Miklós forrást, a Berzsenyi kilátót és a Szent Mihály-dombi kápolnát is láthatták a túrázók. Szeretünk túrázni, nagyon sokat megyünk, tehát az év minden folyamán, minden évszakban úgy tetszik szinte. Hát a Lepke túra a harmadik lesz most, így összességében, tehát egyfolytában. A 15-ösön vagyunk most. Hát az úgy pont elég már, nem is az a túl hosszú egyelőre. Hát ilyen kezdőknek számítunk végül is. És hát ugye a természet, ugye a szép madárének, a környezet, tehát minden nagyon szép. Az idei volt a 34. Lepke teljesítménytúra. 11. alkalommal vállalta a szervezést a Forrásvíz Természetbarát Egyesület. A természet szeretete, az egészséges életmód és a túrázás népszerűsítése a céljuk. Volt olyan év, hogy 850-en jelentkeztek. Az idei évben egy kicsit megtréfált bennünket az időjárás, mert hogy rossz időt jósoltak, de hát hál' Istennek nem jött be, tehát nagyon szép időnk van, most már kisütött a nap, de így olyan 260 körüli a résztvevőknek a létszáma. A Lepke a Keszthelyi hegység egyetlen teljesítménytúrája. A természetjárók körében közismert a program, és szerte a Dunántúról vonza az embereket. Ahogy minden évben, most is sok volt a visszatérő. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület határozott célja, hogy jövőre és azt követően is megrendezzék az eseményt.